Novomatic szerencsejáték nagyvállalattal kapcsolatos korrupció gyanúja miatt is nyomozás folyik, bár a politikus tagadja az ellene felhozott vádakat, számos jelentés érkezett az üggyel kapcsolatban, köztük a liberális Neos párt részéről is. A Neos által beterjesztett panasz szerint Kurz és kabinetfőnöke a parlamenti bizottsági meghallgatásán tagadta, hogy háttéralkuk lettek volna a szintén a kancellár bizalmasának számító Tomás Schmidt kinevezésekor az ÖBAG állami holding élére. A Neos azt állítja beadványában, hogy az ügyészségnek rendelkezésére állnak azok a csevegési naplók, amelyek ennek ellenkezőjét bizonyítják, a Végszta bármikor tehet bűnügyi panaszt. Az eljárásban egyetlen bíró döntése fog számítani. Sebastian Kurz kancellár viszont kijelentette, hogy nem fog lemondani, sőt örömmel fog eleget tenni a bírói kihallgatásnak. Kiemelte, hogy mindig minden kérdésre az igazat válaszolta, és ezután sem lesz másképp, tudtam, hogy a törvény előírja az igazság kimondását a bizottság előtt, ezért mindig őszintén válaszoltam, a kérdésekre, nehezményezte ugyanakkor, hogy a vizsgáló bizottságban megpróbálják kiforgatni az ember szavait, hogy valamiképp hamis tanúzásra bírják, a választási kampányhoz nyújtandó támogatásért cserébe állami megbízások elnyerését helyezte kilátásba 2017. júliusában egy magát ausztriai befektetésre készülő nőnek, aki dúsgazdag orosznak vallotta magát, néhány hónappal az ausztriai parlamenti választás előtt.